Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, aki kíváncsi erre a legújabb videómra. Március 31-e van, 12:56. Megint cuki ez az óradátum. Ugye a 12:56, már a múltkori videómban, nem is egy videómban, pont óra 56-kor kezdtem neki, és ha hisztek nekem, ezt tényleg nem időzítem így előre, tehát én nekem ez nagyon klassz, hogy mire itt előkészülök, ami nem kevés, több mint egy órás előkészületet beállítani, felkészülni, magam úgy, ahogy idehozni, csendet teremteni, ráhangolódni, és megtalálni azokat a részleteket, amiket fel akarok olvasni a könyveimből. Tehát ez az 5-ről a 6-ra jutás. Én nagyon remélem, hogy ez az újabb videóm is fog segíteni nekem, nekünk, sokatoknak 5-ről a 6-ról jutni. Ez ugye egy nagyszerű továbblendülés. Az pedig, hogy 12:56, mindjárt ugye 13, egy óra, hát meddig feszegessem, a abszolút nem mennyiségi, hanem minőségi számtamból ezeknek a csodás számoknak az energiáját, az egy, a hasítatlanság, az osztatlanság, ugye az egység, aminek ellene ment minden, és lett ez a földi színpad olyanná, amilyen most, de ha 13-at nézem, akkor pedig a kozmikus ritmus, ugye a lunáris naptár, holt hónapok szemben az össze-vissza toldozott, foldozott és megerőszakolt 12-es szoláris hónapokkal. Na, hát ennyit a bevezetőről, tehát így beállítottam az idő GPS-szel, hogy mikor is kezdem ezt a videót. Ami motoszkált bennem napok óta, hogy ez a szó, hogy mag. Nem csak azért, mert pár nappal ezelőtt Hári Ricsivel felvettük a 4 részes Amerika sorozatomból a második témakört, a mágikus Amerikát, illetve majd meglátjuk, hogy a mágikusság, tehát az Amerika halhatatlanok földje, ami nincs bizonyos frekvenciasávon földhöz, földi régióhoz kötve, és bizony a magnépek azok nem hogy kötődnek, de gyakorlatilag ott gyökerezzünk, illetve mi magok, magarok pulzáltuk, és kellene, hogy pulzáljuk most is. Tehát egyben ajánlom is ezt azoknak, akik a kígyó, azaz DNS, magus, mágus, mágikus erő, az átalakulás, az újjászületés mélységét tényleg meg akarják nem csak ismerni, de hát elsősorban meg kell ismerni ahhoz, hogy utána ezt a mag erőt alkalmazni tudjuk. Na és akkor ez az, ami körül így zsongott az agyam, hogy magarok, mag, magság, magerő, mit is csinálunk mi most, hogy kellene erről beszélni. Úgyhogy várhatóan ez legalább 2 videóanyagba fog fölmenni. Ma olyan könyvrészleteket kerestem, ahol elsősorban, tehát egy figyelemfelkeltő zoom van, így egy kozmoszból elindul ide a föld felé, hogy mi is az a mag erő, mennyire konkrét ez, és hogy tudjuk ezt mi használni. És majd, ami biztos, hogy a mai adásban nem fér be, hogy a magaroknak, magyaroknak, és akkor, aki az utazás az aranykorba könyvet már olvasta, ott egy teljes fejezet szól erről, hogy magyarok maradunk, vagy magarrá váljunk vissza, alakuljunk vissza, álljunk helyre, mert bizony a kettő között óriási különbség van, vájtfülűeknek most csak így ide frocrizom így előre, bizony az az Y. Aki tudja, tudja a kék könyvek kapcsán, hogy ez mit jelent, milyen korszak, milyen szellemi génezése hozta létre gyakorlatilag azt az új fajt, amiben a magarok is magyarokká alakultak. Na és hogy ebben mi meglátjuk-e azt,
hogy ebben a mai tébolyult helyzetben mit tudunk esetleg tényleg a világnak adni, most ebben nem belefutva részletesen, csak előrevetítve, nem azt az öntömjénezést, hogy itt majd a Kárpát-medencéből ugye a magyaroktól árad ki a világ áldását, per pillanat nem úgy látom, ehhez magtudatúvá kéne válni megint. Tehát akik komolyan veszik a mag származásukat, azoknak magukon kellene végre elkezdeni dolgozni, mag erővel élni, használni azt a mag erőt, és akkor így fel lehet mutatni a világnak, hogy lám, itt egy egész más tudatú erejű világ készül. Hajrá, ezt lehet csinálni, csak ez automatikusan a magyar állampolgársággal biza nem adatik itt, a Kárpát-medencéből, ezért keményen meg kell dolgozni, és aki komolyan veszi saját magságát, az elkezd magán dolgozni. Na hát, most így jól belevágtam ebbe, és akkor nézzük, hogy mit írtam én már 2010 előtt, ugye az Aranyasszony trilógia első része, ahol megszületett az egész helyzet, és ahol elindult az Aranyasszony útja, és az Aranykapun át, ugye a harmadik kötetig, a perui papnőig megy, ahol van a kifejlet, és amiből most fogok olvasni egy részt, hát azt én már 2005-ben megírtam, és ezt 2009-ben a harmadik kötetet, amiben, hát aki olvasta, az nagyjából tudja, hogy miben őrült meg a világ, tehát ott is lett egy energetikai változás, ez itt is van. Tehát ugye a földi történelem, azok a mindennapok, az a színpad, amik most szembe jönne velünk, amiknek a díszleteit most mi élvezzük, idézőjelben, annak van egy metafizikai gyökere. Tehát minden, ami itt a színpadon megjelenik, az egy következmény. Ha nem tetszik az, amit látunk, akkor a metafizikai szinten kell változásokat generálni, és nem a színpad díszleteit dolgozni, mert az ebből a dimenzióból nem tud kimenni, se eltűnni. Tehát, ha valaki azt hiszi, hogy itt materialista okok vannak, és ez az egész vírusügy, elmeháborodottság, ez egy lineáris, materialista megoldás, az nagyon téved. Itt kozmikus mozgások vannak, kozmikus energiaváltozások vannak. Ezek a kozmikus erőhatások gerjesztenek, tehát lehetőségeket adnak, ugyanakkor feladatokat adnak, és konkrét erőt adnak azoknak, akik erről tudnak, akik ezt akarják, akik ezt elfogadják, akik érte nyúlnak, és akik használják. Tehát ebbe az Aranyasszony trilógiában jóval nagyobb hangsúlyt fektettem, nem véletlenül, ezeknek a láthatatlan metafizikai mozgásoknak, amikből következően itt a Földön ilyen-olyan hatások álltak elő, ugye történetesen az, hogy a megváltozott energia rengetegféle betegséget, tünetet, szimptomát generált, és a materialista beszűkült agyú tudomány erre adott egy választ, a mesterséges test rezgés megemelését kristályhangolással, mindenféle gyógymódnak beállítva, aminek következtébe ugye a becsapott test, a mesterségesen megemelt testrezgésű test, ahol a szívet nem lehet átverni, beengedte azokat a magasabb energiaváltozókat, amikbe bizony azok, akik nem önmaguktól, szívből, a szívből kijövő pulzálással saját maguk változtatták meg a rezgésüket, azoknak megégett a szíve, tehát Dióhéjban ugye erről szól. Az Aranyasszony trilógia, hogy mi történik, mi okozta, és mi a világ válasza, és ehhez képest mi az Isten szerinti válasz. Hát nyilván, akit ez érdekel, az majd el fogja olvasni. Itt most, ami részt felolvasok,
egy már lent voltak a kristály, ugye az aranykapu, a kettes, a középső részben kerülnek le a kristály barlangba Éváék, de ugyanakkor a NASA-tól egy kutató is, aki okán mindenféle probléma kerekedik, és utána egy nagy tárgyalás, ahol Évát felmentik, tehát nem szeretném elárulni nyilván a történetet azok miatt, akik még csak most fogják elolvasni, hogy mi lett. Lényeg az, hogy ez a jeleneti klímában van, már feljöttek a barlangból, már az ott megéltek, amik videóra kerültek, rögzítésre kerültek, egy jó akaratú, hozzájuk állt NASA kutató jóvoltából, illetve titkos ügynök jóvoltából kikerült a netre, és a világ sokkot kapott, hogy valójában mi folyik a színjáték mögött. És itt volt az a helyzet, hogy volt a manipulatív, hazug világ a médiába, és kikerült Éváéknak ez az anyaga, és utána egy óriási káosz volt, még Limába utazott ugye az ENSZ nagykövet, ott velük tárgyaltak, hogy hogy lehet ezt az egész ügyet menedzselni, de ez a történet része, most mi ennek belerepülünk a magjába, az eszenciájába, ahonnan tovább tudunk majd gondolkodni, hogy akkor mit is tudunk mi ebből beépíteni valóságosan, miért született ez az üzenet, akkor mit tudunk vele ma kezdeni, mit kell, vagy lehet ezzel kezdenünk. Hála Istennek, ahol emberek vannak, ott semmit nem lehet hermetikusan elzárni, és egy kis rés mindig keletkezik valahol. Még a legszigorúbb és legtitkosabb folyamatnak is van egy leggyengébb láncszeme. Ez a gyenge láncszem a mi esetünkben nagyon bátor lehetett, hisz a szervezet egyik kutatója volt. A lényeg, hogy egyik reggel több órán keresztül körözött az interneten a kristálykönyvtár felvételéből az a néhány titkosított képsor, amit Lepkin akkor éjjel kijuttatott. Ráadásul rafinált formában tette közzé ismeretlen barátunk, mert az anyagot semmilyen módon nem lehetett letölteni. Sőt, negyed óránként megváltoztatta a forrást és elérhetőséget, így lehetetlen volt tetten érni. Nyilvánvaló, hogy a hivatalos rendszer védőbástyáin egyre nagyobb rések támadtak. Már tényleg kezdtünk belelátni abba a másik, sokat tagadott világba, amit a keményebben paranoiások, az összeesküvés elmélet alapján működő láthatatlan világszervezetnek neveznek. Paranoiások zárójelbe van nálam. Óriási megkönnyebbülésünkre azonban kezdtünk megbizonyosodni róla, hogy ellenfelünk nem tökéletes és nem tévedhetetlen, és hogy drága Lepkinünknek még a halpiacon fogalmazott, és ahogy drága Lepkinünk még a halpiacon fogalmazott, jó emberek mindenütt vannak. Az internetes képsorok sokkolták a világot. Az irányított média azonban a legtökéletesebb fegyvernemnek megfelelően halálra hallgatta az ügyet. És amiről a média nem szól, az a 21. század átlagembere számára nem létezik. Egy másodpercre sem felejthettük el, hogy profikkal állunk szemben. Amikor az egyik internetes hírportál feszegetni kezdte, mi állhat a cirkuláló anyagunk mögött, az ENSZ egyik középszintű tisztje betanult flegmasággal csak legyintett a riporternek, kreatívan összeválogatott dajkamesének nevezte. Még csak meg sem kísérelték eltávolítani az internetről, ezzel is hazugságukat erősítve, hogy kitalációról van csak szó. A stratégiájuk, mondanom sem kell, bejött, hisz az utca emberét születésétől így etetik. A háttérben nem csak folytatódott, de minden nap egyre jobban tombolt az őrület. Mintha neurotikus versenyfutásba kezdett volna mindenki az idővel, csak úgy zúdultak a bajos proféciák az emberekre, a világ végéről, a rettenetes energiaváltozásokról, tömeges pusztulásokról. Egy másik tévécsatorna meg mással sem foglalkozott, mint a kristályhangolás áldásos előnyeivel. A tudományos műsorok ontották az emberekre az örök egészség titkait.
Óhatatlan volt, hogy ne Nergál figyelmeztetését halljuk és lássuk. Épp így kezdődött népe pusztulása. Azt hiszem, felesleges mondanom, hogy nem volt könnyű média lehetőséget szereznünk. Reggeltől estig telefonáltunk, egyeztettünk, híranyagokat cáfoltunk, elemeztünk, szerkesztettünk, távoli szakemberekkel, barátokkal. Itt most akkor ugrunk. Napokig, tehát mégis sikerült egy kis áttörést elérnünk. Napokig a média legfontosabb hírei között szerepeltünk, és a kormányszövetségekkel szemben elenyésznőnek számító erőnkhöz képest ez több, mint fantasztikusnak mondható. Boldogok voltunk, de bolondok nem. Nagyon is jól tudtuk, minden csoda 3 napig tart, és ahogy bekerültünk a köztudatba, ugyanúgy ki is zuhanhatunk onnan egy szempillantás alatt. Legfőbb célunk az volt, hogy megértessük a változások, elsősorban az esetleges energiaváltozások, önmagukban senkire nem jelentenek közvetlen veszélyt, csak ha előzőleg kristályhangoláson esnek át, és a szív manipulált frekvenciákat kénytelen befogadni. Érthető módon a nehézséget az utóbbi magyarázat kifejtése és bebizonyítása jelentette, mivel a hivatalos hírnyomás természetesen csak az energiaváltozás veszélyéről tett említést. Sőt, azt hangsúlyoztuk ezen túlmenően, hogy a változások minden jó akaratú ember számára kívánatosak, mert végre elérkezett annak lehetősége, hogy ezt a halálra manipulált világot gyökereiben megváltoztathassuk. Világossá akartuk tenni, hogy az, amit rossznak ítél a mammon világa, az a többieknek, nekünk valóságos áldás. De be kellett látnunk, hogy ilyen összetett világnézetet nem képviselhetünk olyan közegben, ahol a másik oldal mindent megtesz a mi lejáratásunkra, és a sok ezer éves maszlagot a jól bevált módon súlykolja. A zavarkeltés megkoronázása volt az a tudományos műsor, amiben egy eddig ismeretlen kutató szájába adták, hogy a lassan, tömegesen jelentkező, megmagyarázhatatlan szimptomákra a kristály hangolás a legjobb gyógymód. Az egyenlőre még nyomon követhető és számon tartható tragédiákkal párhuzamosan, ugyanis egyre több ember fordult orvoshoz furcsa tünetekkel. Látásvesztés, térérzékelési problémák, erős zsibbadások, részleges bénulások, szűnni nem akaró fejgörcsök, légzési nehézségek. Nem kellett látnoknak lenni, hogy felismerjük, bármelyik percben anarchiává fajulhat a tudatosan duzzasztott félelem és az ebből táplálkozó pánik. Az egyik szokásos zűrzavaros kora reggelen Jeszef bukkant fel. Lepkin, mielőtt minden indok nélkül eltűnt volna az életünkből, megdöbbentő adatokat juttatott el hozzá. A szervezet az elmúlt 1 évben sok ezer frekvencia hangolást végzett önkénteseken és rabokon. A dokumentált kísérleti alanyok közel felénél implantátum beültetésére is sor került. Sőt, olyan adatok is napvilágra kerültek, miszerint rabnők bejegyzés nélküli szüléseinél az újszülöttbe azonnal implantátumot tettek, különféle kísérleti céllal. Ezen csecsemők javarésze hamarosan elpusztult valamilyen betegségben, vagy idővel az elmebetegség tünetei jelentkeztek rajtuk. Akik még életben vannak közülük, azok kísérleti állatként várják a továbbiakat. Tudomásunkra jutottak még szintén rabnők magzatain végzett kísérletek. A részleteket jó magam már képtelen voltam elolvasni. A pokol képe jelent meg előttünk, ahogy ezeket a titkos jelentéseket olvastuk. Ismét dermedésszerű hangulatba kerültünk, de ezt az irtózat és nem a félelem jegelte most. A világ rettenettel töltött el bennünket. Tudtuk, ezeket nem is lehet így az emberek elé tárni, hisz ki tudja, milyen indulatokat szabadítunk el. A tények konkrét ismerete nélkül is egyre gyűlt az emberekben valamiféle ösztönös harag,
mely spontán és kontrollálhatatlan formában bármikor kitörhetett. A feszültséget és általános ingerültséget táplálta még, hogy a médiában továbbra is egymásnak ellentmondó hírek sokasága jelent meg, illetve az elhangzott hírek háttér összefüggéseit a legritkább esetben magyarázták meg. Igazából még csak hibáztatni se lehetett a médiát, hisz ők is csak rohantak az események után, de konkrétumokat az illetékesektől szinte soha nem kaptak. Az űrzavar és zavarodottság érzete napról napra nőtt. Az emberek egyre inkább saját bőrükön is érezhették, hogy valami nagyon nincs rendben a világban. Amikor egyre többen tapasztalták a fura tüneteket, kitört a pánik. A hisztérikus közhangulatban senki nem tudta már, hogy kinek és mit higgyen. A szomszédok már másról se sopánkodtak a kerítések felett, mint a tévében orvérzésig mutogatott, váratlan szívégésekről. Még a legeldugottabb, picint falvakban is rettegve és tehetetlenül igyekezték az emberek túlélni az egyes napokat. Igazából nem tudták, hogy mi történik és miért. Aztán egyfajta kórokozó vírus tettek felelőssé, és oltóanyagot kezdtek árusítani. Ám hamarosan kiderült, nem vírus okozza a rejtélyes tüneteket. Itt-ott már hallani lehetett olyan felszólalásokat is, melyek egyre inkább a perui papnőnek adtak igazat. Így nevezték ugyanis Évát. Én azt gondolom, hogy nem veszem el ennek a felolvasott résznek az energiáját azzal, hogy kommentáljam. Sajnos soronként lehetne rácsengetni azt, ami azóta megvalósult. Akik ezt még 2009-ben olvasták, mondhatták, hogy jó kis, reméljük, ilyen soha nem lesz, jó kis történet. Én nem győztem már akkor is mondani, hogy ez egy üzenet volt, hogy készüljünk. De minden, amit most mondok, és a további könyvekben is megjelent, mind üzenet és segítségként. Tehát más sem mondok, mint hogy semminek nem kell így maradni. Van erő ezt megváltoztatni, de a senki ölébe nem pottyan, azt az erőt akarni kell, meg kell ragadni, aktiválnunk, használnunk tudnunk kell, amivel saját magunk is, tehát egyenként is megerősödünk, és védtelenek, védettek leszünk mindenféle külső behatással szemben. Itt most egy pár sort az utazás az aranykorból. A külső szférára, dimenzióra feszített világ egy adott ponton önmagát fogja megszüntetni. Íme az anyag és antianyag misztikája, avagy a fekete lyuk mindent elnyelő ereje. Az önmagától elszigetelődő, önmagától fényévekre került ember egyszer csak a kezdetben, az újjászületés pontjában találja magát. Menekülni sem lehet a végtelenségig, a harmóniát sem lehet egy ponton túl tovább kibillenteni. Mindenben megjelenik a paradoxon ereje, a kifeszítés önmaga nyugvópontjába talál, mint a nyilvessző. Lefordítva e metafizikai igazságot a mindennapokra, a mai ember hamarosan megcsömörlik a láttatott világ illúzió, negédes csábításaitól, a fogyasztástól, az egyre értelmetlenebbé váló lététől. Minél jobban feszíti a világ üzemeltetője a húrt, annál nagyobbat fog visszaütni. Én részemről épp ezért nem izgulok soha, amúgy is értelmetlen metafizikailag, a világ sodrásán, mert mélységesen átérzem, tényleg minden úgy van jól, ahogy van, a rossz az egyik legerősebb hajtóerő, a gyémántunk, magunk csiszolásában. Hát itt ugye már túl vagyunk azon, hogy negédesség és csábító illúzió,
ami itt folyik a színpadon, másról se beszélek, hogy ez volt az a kellemes kis dagonya, ugye az előző videókban mondtam, amikor még ki lehetett tolni azt, hogy majd holnap átalakulok, majd holnap teszek valami kis erőfeszítést. Én ezért mondom, hogy halleluja, hogy most már abszolút nem kedves, csillogó, negédes és hívogató, hanem sikerült ezt is teljes mértékben félelmetessé tenni, legalábbis ugye az illúzió szintjén, hogy az emberek féljenek egymáshoz érni, találkozni, menni, utazni. Hát ma reggel tényleg ebbe a pici faluban, ahol élek, láttam egy 35 év körüli nőt biciklin, egyedül ment az egész utcán, tehát közel s távol ember nem volt, maszkban. Na hát ide jutottunk, tehát azért mondom, hogy itt most sokkal könnyebb dolgunk van, mert itt már tényleg az is észreveszi, ahogy ugye az aranyasszonyból olvastam, hogy itt valami baj van már a világgal, tehát most már tényleg észhez kéne térnünk, és megtalálni, magunkba nézni. Na most mit találunk magunkba? Itt van a harmadik könyv, a Perun innen és túl, aminek gyakorlatilag az utolsó egyharmada az úgymond belső földről szól. Azért belső földnek neveztem, hát egyrészt akkoriban, amikor ezt a könyvet írtam jó pár évvel ezelőtt, akkor 2014-ben, most nézem, akkor jött ki. Nyilvánvalóan, hogy azóta eltelt 6-7 év, tehát én is valamicskét fejlődtem, az én megfogalmazásaim is változtak, de már akkor is ugyanúgy odaírtam, hogy ez a belső föld, ami egy akkoriban pláne nagyon divatos spirituális terminológia volt, ez egy belső világ, tehát így jó gyakorlatilag használni. Tehát nyilván most itt nem fogok mindent felolvasni, hogy mi ez a belső föld, ami nem egyenlő a földkérekben az ősi civilizációk által és használt, fantasztikus, emberkéz által épített világról, hanem ez a belső világ, amiről én nagyon sok előadást tartottam, és itt is írok, az gyakorlatilag egy belső mag. Most mindennek, ahogy nekünk is ugye több dimenziós lények vagyunk, van egy fizikai vetülete, ami megfogható, és aztán van a lelki, szellemi, metafizikai különböző dimenziók, erőterek, ugyanúgy ennek a kristálymagnak is. Tehát amikor ugye az ősi tanítások beszélnek Sambaláról, egy más rezgés szintű világról, de ők azt belső földnek, belső világnak mondják, gyakorlatilag közülük senki nem gondolta, hogy ez be van zárva egy földgolyóba, és annak belül kell lenni, hiszen a mi lelkünk, a magunk, a belső magunk, az senki nem gondolja, hogy materialista módon ide be van zárva a bőrünk alá, attól, hogy mi azt belső útnak mondjuk, az nagyon is kívül van, tehát egy multidimenzionális rezgésben épp ezért látszik, hogy a 3D-ből külsőről és belsőről beszélni nagyon félre vihet. Tehát ez az a belső mag, amit meg kell találnunk, és a mi belső magunkkal, szívünkkel, ami nem azonos nyilván a biológiai szívvel, de a kékvérbe orvérzésig csak erről írok, hanem az az energetikai testünkben is már az a gyémántunk, az a dimenziókapu, ami egyedül képes a kozmikus, magasabb szintű, tehát a 3D-s frekvenciákon túli, nagyon is valóságos erőket, energiákat, jeleket, információkat befogadni. Tehát, szellemi értelemben véve, a földi élet egyedi fejlődési lehetőséget nyújt, és ez nem jelent se jót, se rosszat. Az egyediség azt jelenti, minden planétának saját rezgése van, ami ehhez passzoló életteret alakít ki. Minden planéta a rezgésének megfelelő energia kapcsolatban van a környezetével, először a saját naprendszerével, majd ezen túl is. Ez a rezgés bizonyos intervallumon belül változtatható. Ahogy egy ember élete hat a környezetére, a gyerekeire,
életterére, munkatársaira, rokonságáira, nemzetére, sőt ezen túl a bolygóra, sőt ezen is túl, mennyivel erősebben hat egy egész bolygónyi rezgés a kozmikus családra, szomszédságra, sőt azon túl. Amikor ilyen érzékeny témákról gondolkodunk, egy pillanatra sem szabad elfelednünk, hogy a kozmoszban semmi nem történik Isten tudta nélkül, és egy molekulányi tér sem létezik nélküle, idézőjelbe. Így minden lény, azok is, akik más frekvencián léteznek, ugyanúgy nem léteznek Isten nélkül. Ezt fontos hangsúlyozni, mert manapság az ellenerők, idézőjelbe, ha már nem zárhatják el előlünk továbbra is a földön kívüli létezés lehetőségét, előszeretettel állítják be úgy, mintha ez két egymástól homlokegyenest eltérő opció lenne. Vagy ők, vagy Isten. Szó sincs erről. Amíg a vallást és tudományt álságosan egymással szembe lehet állítani, addig a földi ember tipródik. Mindezek fényében az elkerülhetetlen jelenséget, a genetikai sokféleséget sem szabad, ahogy semmit, csak materialista nézőpontból értelmezni. Az eltérő genetika eltérő frekvencia létezést jelent. Azon lelkek számára, akik vállalták ezerféle okból a földi életet, ehhez a téridőhöz alkalmas testet kellett készíteni. Ennek semmiféle erkölcsi aspektusa nincs, mindaddig persze, míg Istennel összekapcsolt lények munkálkodásáról van szó. Ahogy a földön, úgy az égen, ugyebár, tehát ahogy közöttünk is van sok Isten gyermek, Istennel összekapcsolódott ember, és van olyan, aki még nincs, úgy a földön kívüliek idézőjelbe között is megtaláljuk ezt. Bárki jöjjön a kozmosz bármely szögletéből, amíg akár szemmel, akár más módon érzékelhető teste, energia sűrűsége van, addig még nem tökéletes, még nem oldódott fel az egyben. Addig, mivel rendelkezik individualitással, egyéniséggel, eltérő szinten és mértékben ugyan, de képes a dualitás, vagy nagyon leegyszerűsítetten a jó-rossz minőségek valamelyik árnyalatán szintjén tevékenykedni. Itt most ugrunk egyet. A belső föld elmélete Dióhéjban azt akarja tehát, hogy mind a mai napig velünk együtt élnek itt a földön olyan lények, akik egyben őseink is. Ez nagyon fontos újlátás. Gyökeredet ne időben kerest, hanem térben. Ezt az Utazás az aranykorba könyvben tovább vittem, és abszolút másikon részletesen kifejtettem. Ez már csak azért is fontos, mert lineáris idő nincs, ha csak annak mentén keresünk, nem találunk semmit. Ennek lehetünk szemtanúi. Soha nem jutunk a végső pontig, mert az időben nincs. Ezért topogunk és futkosunk körbe-körbe, és még ma sem tudjuk megválaszolni az alapkérdéseket, mikortól van élet a bolygón, és ki az ember. A belső föld létezése nem csak fizikai jelenlétével fontos, sőt elsősorban nem azzal. Ott még mindig aranykor van, egy magasabb, tisztább tudati szintű létezés, mely velünk együtt párhuzamosan hat, lüktet, pulzál. Egy állandó testi-lelki-szellemi erőforrás, tápláló forrás lehetne számunkra. A gyökerünk, amiből születtünk, amiből táplálkozhatunk nap mint nap. Nézzük most mindebből, mire emlékszik a mai ember, miből indulhatunk ki. Itt most megint, akit érdekel, ugrunk egy nagyot, valamennyi nép mítosza eredet legendája, tehát azt vesszük át, hogy hogyan mi maradt fönt ebből a tudásból. Itt szintén írok, hogy a kígyó, mint már említettük, a DNS 2 spiráljának szimbólumaként, és gyakorlatilag erről szól ez a Mágikus Amerika előadás, aminek az első része hamarosan fönt lesz, és letölthető.
És itt folytatjuk. Ahogy az emberi lélek gyökere is belül van, rejteki, védett módon, és bele kell lásnunk magunkat a dolgok mélyébe ahhoz, hogy eljussunk az igazságra, hogy alá kell merülnünk magunkban ahhoz, hogy megleljük önvalónkat, nincs ez másképp a földdel, az emberiséggel sem. A barlang mindig is szimbóluma volt a rejteki életnek, a keresésnek, az alámerülésnek, ahogy és ahol magyar pálosaink éltek. Itt akkor kivesézem, hogy van-e pokol, vagy mit jelent az az alsó világ. És jó pár oldalt ugorva, ahol mutatom például ezt, amit orosz tudósok, ezt a föld elektromagnetikus hálóját még a 70-es években publikálták, ahol a föld rezgéseit egy hálóval tudták illusztrálni, aminek a következő lépése volt, hogy rájöttek, hogy a föld belsejében valami van, valami elektromos, mágneses központ, és 2004-ben a New Scientist magazin adta hírül, hogy holdnagyságú kristályokat találtak egyes csillagok szívében, úgy a földünkében is. Nagyon sokat beszélek ugye a Kay Heroes professzorról, aki a Perui papnő könyvem után egy évvel 2010-ben publikálták Japánban, hogy a föld belsejében hatalmas kristálymag van, az gyakorlatilag a föld középpontja, magja. Itt is van, de a Caltech USA, David Stevenson geológus is, őt is idézem, a föld közepe szó szerint egy kristály, mely idővel növekszik. Ma már nem egy kristály, hanem kristály halmaz. Na most folytatom én. Tudjuk, a kristály az általunk ismert legjobb információhordozó. Nem tudom, át tudjuk-e élni legalább minimális szinten, hogy ez mit jelenthet. Azt, hogy egész kozmoszunk nem csillagközi porból összeállt, sárgolyó planéták véletlenszerű, egymáshoz kapcsolódásából keletkezett galaxis halmaz, hanem intelligens, kristályalapú programokból felépített életrendszer. Mi van, ha e kristálymagban isteni program van kódolva? Ha belsőnk a vezérlőnk, mint ahogy valóban a belsőnk a vezérlőnk. Egyfajta irányító központ. Képzeljük el most egy szeretettel teli, isteni programmal működő csillogó kristálymagot, egy gyönyörű gyémántot, mely a gyökerünk, a magunk. Egy magára valamit is adó Isten mit teremtene inkább? Egy fejlődés, tisztulást, istenivé válás segítő gyémántot, és ezt helyezi egy bolygó közepébe, mely az emberek támasza, vagy egy kénköves föld alatti borzalmat, ahova vetheti bábjait egy egyszeri rossz döntés miatt, ahol aztán örökkön-örökké immár megváltoztathatatlanul szenvednek, a helyreállításnak, fejlődésnek, változásnak lehetősége nélkül. Ez utóbbi, mely dogmatika jelenlegi világunkat irányítja és hatalmában tartja, oly abszurd, amilyen abszurd minden, amit a tudomány nevében mondanak. Mondom ezt ki most az idézetből. De itt folytatom, akkor már 2014-ben is úgy gondoltam, hogy és ilyen abszurd az összes nyilvánvaló hazugság, és erre épülő tabu, mely a mai embereket elképesztő rabszolgaságban tartja. Vajon miért mondja Jézus a zsidóknak, hogy ha megismernétek azt, aki a világba küldött engem, valóságosan szabadok lennétek? Jehovát addig is ismerték, így világossá tette, hogy nem ő küldte, és nem ő a valódi, szerető Isten. Ebből következően a ráépített összes hittétel hamis, és erőszakkal megkötöz minket. Egyszer mesterem megkérdezte, szerintem mit jelent az a mondásunk, hogy az ember egy csiszolatlan gyémánt. Az ember egy energetikai rendszer. Mivel minden gondolat, érzelem, tett, energia.
Minden, ami a szívünkben van, ami a szánkból kijön, és pláne, amit megcselekszünk, az elsősorban a saját energetikai rendszerünket alakítja. Direkt nem használom az aura szót, mert e háló vagy mező ennél jóval több. Ha isteni gondolataink, szavaink és tetteink vannak, energiahálónk valóságosan egy gyémánt szerkezetté alakul. Szívünk a mi dimenziókapunk, a belső gyémántunk, mely képes összekapcsolódni a Földünk belső gyémántján keresztül a kozmosszal, Istennel. A legújabb tudományos felismerés, hogy a szív egyelőre megmagyarázhatatlan módon előbb érzékeli a bejövő ingereket, mint az agy. Erről szól a Perui Papnő című könyvem, regénytrilógián befejező része. A szív továbbítja az átalakított kozmikus jeleket, melyek frekvenciáit a földi téridőre kalibrált elme, ennek hardvere az agy, nem képes fogni. Gyakorlatilag ez az alapja annak, ki milyen eseményeket, embereket, netán úgynevezett asztrális lényeket vonz be. Ha az őt körülvevő háló energiatér sérült, koszos, akkor az ahhoz alacsony hullámú frekvenciákhoz könnyen kapcsolódó lények találják meg. Ha ez ragyogó és tiszta, akkor pedig azon Isten hullámhosszán tud működni, ő maga is. Ez ennyire egyszerű. És ez a szívbéli átváltozás az alapja mindenféle védelemnek, melyről egyre gyermetegebb gyakorlatokkal bombázzák az álguruk az embereket. Hiába képzelünk geometriai alakzatokat magunk köré, és mormolunk varázsigét, szétpukkannak az első pöccintésre. A szív tisztasága képes egyedül olyan magas rezgésű erőteret létrehozni körülöttünk, amiben semmi rossz nem hatolhat be, kezdve a baciktól az ellenség nyiláig. Ezt megvalósítanunk, lehet, hogy több élet, de lehetséges, és az biztos, hogy most, ma el kell kezdeni. Tényleg másról sem írok és beszélek, mint hogy a szellemi tudást kezd el most alakítani. Erről szólnak az egész márciusi videó sorozataim, milyen élet, milyen gondolkodás, milyen erő, mi tartozik ehhez, és hogy mit csinálj. Rengeteg könyvemben nagyon sok helyen van leírva, nagyon sokféle jó út és mód. Itt most természetesen csak egy motiváló lényeget tudok átadni, és tényleg arra biztatni mindenkit, hogy ma kezdje el az átalakulását magával, a földi magon keresztül hihetetlen erőt tudunk megmozdítani. Köszönöm szépen ismét a figyelmeteket!